Jó estét kívánok, jó estét mindenkinek. Erev tov. Lechaim, lechaim. Remélem, hogy mindenki jól van, egészségben. Ága, barátok. Kicsit közel fúzzunk. Remélem lehet is hallani. Jó estét Julcsi, Tamás, akik itt vannak, akik még nincsenek, akik itt lesznek. Itt van Eszter is. Drága tanulótársak, hitsorsosok, barátok, egybegyűltek. A mai este nagyon különleges este. Több okból is. Ugye azért, mert az egyik oka az az, hogy a vallásokban azon írva, Slojsim Jom Lifni a Hag, 30 nappal az ünnep kezdete előtt kötelességünk, kutya kötelességünk elkezdeni tanulmányozni az ünnep törvényeit. Ezt mondja Alaha. És ha ez így van, akkor mi is elkezdjük, ugyan már kicsit kicsúsztunk ebből a 30 napos időintervallumból, de Pesach itt van a nyakunkon, az egyiptomi kivonulás ünnepe, és arra gondoltunk, én meg, jövessék be, meg még egy páran, hogy jó lenne idén egy kicsit az érdekes szombati és pészaki törvényeket átvenni, és pontosan a pészaki törvényeket, mert idén nagyon különleges leosztás lesz. Mindjárt el fogom mondani, hogy mire gondolok. De mindenek előtt szeretném megjegyezni azt, hogy a mai tanulásunk az egy a héten sajnos a hitközségünk és Budapesten egy elég ismert zsidó arc, sajnos elhunyt tegnap este, Zalai András, Joshua ben Zev, barátunknak a lelki üdvért legyen. Zalai Andrásnak a temetése holnap 1 órakor lesz a zsidó temetőben, és mindenkit, aki szeretnéni, szeretettel várunk, barátok, ismerősök. Jó! Baruch Dayana, nem ez, így van. Áldás emlékére. Jó estét, Judit! Jó estét, jó estét! Szóval, drága barátaim, idén tényleg különleges a leosztás. Azért, mert egy olyan nagyon különleges nap, olyan különleges évben vagyunk, ahol, amit láthattátok, és arról azt hiszem az Oberlander, ami tanított, Purim is egy nagyon kiváltságos időben volt, ugye Erev Sábeszkor, péntekre esett Purim, és ez azt jelenti, hogy ugye a Purimból mentünk a Pészák, a Sábeszbe. Jó estét, Lajos! Lala! És azért is nagyon különleges, mert idén egy olyan fogalommal fogom megismerkedni, amit lehet, hogy még akik tanulják a Pszachim traktátust, valószínűleg, hogy ők már ismerik. Erev Pészach se halve Sábesz. Egy nagyon különleges dolog, amikor is a szombat Erev Pészach, Pészachot megelőző nap szombatra esik. Ugye mindjárt tudjuk azt, hogy Pészachkor vannak különböző hadműveletek, amelyeket véghez kell vigyünk. És most nem fogunk visszamenni Ádámig és Éváig, ugye ez a teremtés történeteig, ma csak egy kis kerítést adunk az előttünk álló hetek előadásainak, legalábbis a csütörtök esti előadásoknak. Erről fogunk tanulni. És utána majd ki fogjuk őket vesézni. Szóval, hogy mi van akkor, hogyha szombatra esik, Sábeszre esik a Pészachot megelőző nap. Ugye tudjuk azt, hogy Pészachot megelőző napon rengeteg dolgunk van, ugye az nép aprai nagyja, a falu aprai nagyja, eljön a mikvébe, elégeti a hamecot, kitisztítja a ruháit, elmegy ide, elmegy oda, csak ez mint szép, így se egy egyszerű dolog. De mi van akkor, mint idén, szombatra esik ez a nap. Azaz, tulajdonképpen egy olyan farabuci helyzet áll elő, hogy még az igazán későn imádkozó emberek is, például a Lubavicsiak, akik sokszor nem restek 10 órakor kezdeni a reggeli imájukat, és nem itt az idő és a hely, hogy belemegyünk abba, hogy hol vannak erre a rabbinikus és halakhus engedélyek. De mindesetre ebben az időben, ebben az évben mindenféleképpen nekünk is kötelességünk igen korán imádkozni, azért, hogy még megfelelő jó ízzel el tudjuk fogyasztani a kis hamecot,
És azért is, hogy az hamec birtoklásának, illetve a hamec evésének, először a hamec evésének, aztán a hamec birtoklásának időpontjaiban már ne együnk, illetve később mi is fogyasszunk hamecot. Na de kérem tisztelettel a szokásos nappali elégedés, ami a Pészákot megelőző napon szokott lenni, az idén elmarad, legalábbis abban a formában, ahogy az szokott lenni, hisz nincs mit elégetni, illetve van mit elégetni, de szigorúan tilos szombaton akármit is elégetni. Nagyon sok érdekes kérdéssel fogunk találkozni, ami tényleg a Pszachim traktátus tanulóknak ez tényleg egy igazi élmény lesz, remélhetőleg, hogy most viszont látják majd a vallásokban azt is, amit ők már hosszú-hosszú hónapok óta a Gemárában tanulnak. És ezekkel a kérdésekkel fogunk most megismerkedni. De milyen kérdések ezek, amiről én most beszélek? Kérem tisztelettel. Ugye vannak olyan törvényeink, mindenki számára ismeretes dolgok, hogy Pészach. Pészachkor tilos a hamec fogyasztása. Ugye ezt mindenki tud, mindjárt tudjuk. Azt is ismer, az is ismeretes és tudott dolog, ez nem, ja, érte, jó, ez nem. Jó, köszönöm szépen. És azt is tudjuk, hogy szombaton szeudát, azaz lakomát kell, hogy fogyasszunk. A lakomának ikár szeuda, a halakha shulchanának azt mondja, hogy a szeudának a lényege az a kenyérnek a fogyasztása, a kalás fogyasztás. Ugye, aztán azt is tudjuk, hogy kell, hogy bort igyunk, kell, hogy kenyeret együnk. Azt is tudjuk, hogy Erev Pészákkor, ha nem tudjuk, akkor most elmondom, Erev Pészákkor, azaz Pészákot megelőző napon, egy bizonyos időtől, órától kezdve az embernek már szigorúan tilos olyan maceszt ennie, amivel a szédrestén, aznap este, egy pár órával később teljesíteni tudja a kötelességét, mégpedig len bölcseink azt az okot adják, hogy az ember nem enné jó étvágyal és újdonság ízével nem hatna a szájában, az ajkaiban, illetve az íze, a macesz íze nem hatna újdonságként. Ezért ugye több szokás van ebben, például mi már 30 nappal, azaz Purimtól kezdve őrizkedünk az macá, az olyan macesznek a fogyasztásától, amivel az ember teljesíteni tudja macánia, az íztelen macesznek a fogyasztásától, amivel az ember teljesíteni tudja a kötelezettségét a széderestén. Vannak olyanok, akik csak két héttel, van akik az újhold kezdetétől, és vannak olyanok, akik csak egy pár órával az ünnepet megelőzően hagynak fel ezen dologgal, azaz a maceszevéssel. Miért? Hogy mégiscsak valamilyen szinten újdonság íze legyen a szájban. De újdonságként hasonlán. De akkor kérem tisztelettel, ez így van, akkor hogyan és miképpen tudjuk a lakomát, például Sálesüd, ezt a harmadik szombati lakomát teljesíteni, ahol szintén szokás kenyeríteni. Vagy például okáért, hogyan ihatunk bort délután, hisz délután már Erev Pészach van szombaton, mindjárt mondom a dátumokat is, és amikor már ugye tilos bort inni is. Miért? Azért, hogy az ember szintén jó étvágyjal és jó ízzel fogyassza majd a bort a széderestén. Csak zárójelben mondom, ehhez hasonlatos dolog, hogy vannak olyanok, akik a szimeni a széder, akik a széderestén elfogyasztott szimbolikus ételekből se esznek a széder napján, azaz, hogy például most idén szombat estére, Moci Sábátra, a szombat kimenetelére esik az első szédereste, hogy még vasárnap délelőtt se esznek a széderestének a gyümölcséből, például almából, körtéből, ezeknek az egyvelegéből, a malterből. Miért? Hogy a diaszpórában a második szédereste is valami szinten újdonság szinten, vagy újdonság íze legyen a szánkban, ugye a széderestének a kellékei. Annak ellenére, hogy már fogyaszthattunk az első napon. Tehát itt még egy érdekes kérdésnek. De az igazi pikantériája az idei évnek és ennek a felosztásnak az az, hogy például, ha már reggel tényleg korán kellünk, mert hát idén, ahogy az előbb mondtuk, ezen a szombaton még a későn imádkozóknak is kutya kötelességük korán felkelni és az imájukat a szokottal eltérően rövidebbre fogni, nem elvenni belőle, hanem csak kevésbé sokat énekelni, hogy időben meg tudjuk enni a kenyeret. A kérdés az az, hogy a megmaradt kenyére az illető még tud csinálni? Ugye mondjuk azt, hogy csütörtökön este elégítjük a hamecet, mondjuk azt, hogy marad egy kis hamec, illetve kéne, hogy maradjon, mert ugye a szombat reggeli sábeszi, szombat délelőtti étkezést az kenyérre kell, hogy lefolytassuk, azaz kötelességet kenyeret enni. Maceszt, olyan maceszt, amivel a kötelességünket nem tudjuk teljesíteni, macásira, a kötelességünket a gazdag maceszt, az ízesített macesszel. Nem tudjuk a kötelességünket teljesíteni a széderestén. De a szokás mindenféleképpen az, hogy az ember teheti, akkor ne ilyen maceszt, hanem olyan maceszt tegyen, illetve olyan dolgot tegyen, amit úgy hívnak, hogy kenyér. A
A kérdés az az, ha megettem a kenyeret egy bizonyos időpontig, ameddig a Luachban, a naptárban le van írva, hogy tényleg az utolsó időpontja a fogyasztásának, onnantól kezdve rabbinikus, majd később tórai tiltást hághat át valaki, hágát valaki a kovászusz fogyasztásával. A kérdés az az, hogy például okáért a nála maradt kenyér darabokkal, vagy vekni kenyérrel, vagy nagy kaláccsal, tegyük fel, mert nem jött el a vendég, akit invitáltam szombat délelőttre, és az megmaradt. Mit tudok csinálni ezzel a kenyérrel? Szombat van, elégetni nem szabad. Mit tudok vele csinálni? És erre fogunk tanulni egy pár megoldást. Van, aki azt mondja, hogy adjuk oda, ez talán a legjobb megoldás, egy olyan barátunknak, aki nem hitsorsos, és nem lett számára kötelezővé téve a pészachi ünnep megülése, azaz a hamec birtoklása, és neki oda lehet adni. Annak ellenére, hogy fogjuk tanulni a dolog, nem olyan egyszerű, és csak úgy ajándékba adni szombat napján valamit, amit a házunkból ugye az illető ki kell, hogy vigyen, ahhoz, hogy a hamec ne legyen a mi birtokunkban, az nem olyan egyszerű dolog. Ugye, de itt egy különbséget tesznek majd a rabik. Szóval, hogy mit lehet vele csinálni, esetleg a WC-be kidobni, szóval tényleg érdekes dolgok tesznek. Annyi bizonyos, annyit már most elárulhatok, hogy ezen a szombat reggelen az eltérő, az korábbi és az előző évektől, illetve a szokásostól eltérően nem lesz lehetőségünk, sőt, mi több, tilos lesz a hamecnak az reggeli elégetése. Ugye tudjuk azt, hogy pénteken este kéne, hogy összegyújtsuk a hamecot, ugyanis szombat estére esik a pészach, szombat este jön be a pészach. Péntek este kéne, hogy összegyújtsuk a hamecot, keressük, kutassuk a hamecot, hogy a gyerekeknek a kedvenc ünnepe is ebben a kedvenc, az ünnepnek talán az egyik legkiváltságosabb része az ő számukra, az afikoimán megtalálása valahol ellopása mellett, idézőben a lopás persze, elcsenése mellett. Ugye idén ez a dolog elmarad, hiszen pénteken este már nem szabad hamecot kutatni. A kérdés az, hogy miért? És állakában van egy érdekes vita, erről is fogunk tanulni majd részleteiben, hogy van, akik azt mondják, hogy ugye tudjuk azt, hogy a pészachi, pészach előtti nagytakarításnak a betetőzése, ugye az ia ponton, haba tortán az, amikor is fogjuk, és a gyerekek, vagy akár a felnőttek is mellettük, a gyerekek gyertyákkal körbe mennek az egész házon, és keresik a vagy az eldugott, vagy az éppen nem eldugott, de még meg nem talált hamecot. A kérdés az, hogy idén pénteken este kéne, hogy kutassuk informán, ilyen módon a hamecot, hogy ez lehetséges-e vagy sem. És bölcsek vitatkoznak, ugye van, aki azt mondja, hogy ugye miért ne lehetne, kérjük meg olyan embert, aki nem kötelezett a pészák törvényeire, aki nem csak azt, hogy nem kötelezett, hanem ugye neki meg van engedve, hogy egyen hamecot, azaz nem, az illető nem így sorsos. Kérjük meg, hogy fogja meg a gyertyát, menjen mellettünk, mi megkeressük a hamecot. Meg is lehetett volna ez a lehetőség. De bölcsek mégiscsak úgy döntenek, hogy ez így van, de fiú sanazú, ugye hogy az idei évben, amikor pészák, ott megelőző nap, erev pészák, a szombatra esik, akkor egy nappal hozzuk előrébb a macesznek a kutatását, és idén csütörtökön este lesz a macesz kutatása, és pénteken délelőtt lesz a macesz elégetése. Annak ellenére, hogy ez 13. és nem 14. lesz. Annak ellenére, hogy ez még erre Peszek előtti napon lesz. Egy kicsit korábban lesz. Szóval ez is egy jó kérdés. Aztán a következő kérdés, ami még itt velünk lesz, az tényleg maga a széder, hogy hogyan lehet és miként kell viselkedjünk ezen a napon. Mit lehet csinálni, mit nem lehet csinálni, ugyanis ahhoz hozzászoktunk, hogy például megsütjük, illetve egész pontosan elégetjük az roját, a csirke nyakat, ugye, ami majd a szédesti ezt jel, meg azt is, hogy megnézzük bogármentesítjük a salátákat, de ugye ez a dolog úgy elégetni a csirkeszárnyat, vagy alkalmatlanná tenni fogyasztásra, ugye erről is fogom majd tanulni, vagy például kiválogatni a bogárkákat istenmencs, hogy legyen benne a salátában, aminek elfogyasztása szigorúan tilos, mert a bogárkák elfogyasztása szigorúan tilos, ez mind, ez a válogatás, ez az égetés, ez az előkészítés szabályait hágnát az illető. Egy-kettő pedig ugye nem csak azt, hogy előkészülni nem szabad szombaton az ünnepnapra, hanem ugyanúgy égetni, de például bojrer válogatni sem szabad. A kérdés az, hogy ilyenkor mi a megoldás, hogy tegyük félre egy nappal előbbről, akkor viszont nem lesz friss, vagy mi. Szóval ebbe is bele fogunk menni. De akkor ennyi felvezető után, és sok-sok érdekes kérdés után, csapjunk bele a lecsóba, és nézzük meg, hogy idén
bölcsénk hogyan rendelték el a Pészach ünnepét, ott hogyan fog esni. Egy pillanat türelmet kérek. Szóval, először is nyissuk ki a kis naptárainkat, hogyha van, ha nincs, akkor mondom az időpontokat. A dolog pikantériához az is hozzátartozik, most a napokban vettem észre, véltem felfedezni, ugye egyszerű dolog, de ha nem gondolunk bele, akkor lehet, hogy elfelejtenénk, hogy ugye van nekünk egy olyan fogalmunk, nem egy halakhus fogalom, de halakhára is rányomja a pecsétjét a vallásokra. Újra átállítás. Ugye nézzük csak meg azt, hogy idén hogy lesz a Pészach. Szóval nagyon érdekes lesz. Ugye idén 26-án pénteken van, kezdődik a sábesz, ugye? A szombati gyertyagyújtás az 17 óra 47 perc. 3-6-kor kell gyertyát gyújtsunk. Oké? Bejön a szombat, Erev Pészach. Ez Pészachot megelőző nap. Ugye? Ez 14-e. Erev Pészachnak vége van, azaz a sábesz kimegy 18 óra 53-kor, ugye? Érdekes dolog, hogy idén nem lehet naplementekor gyertyát gyújtani szombaton, mert szombat még nem ment ki a sábesz, nem ment ki csak a csillagok feljövetelével, és ebbe is van egy pár időpont, hogy pontosan melyik csillagok feljövetelét nézzük. Három egymáshoz közel, egymástól távol, hulé, és így tovább, és így tovább. Szóval a sábesz a gadol, a nagy szombat szokták mondani, a csodák szombatja az véget ér 18 óra 53-kor, és rögtön bejön a Pészach. Ugye ahhoz, hogy meg tudjuk ülni a szédrestünket kényelmesen, kóserül és a halakának megfelelően, ugye itt például majd hávdát is kell csináljuk a szédrestét megelőzően, egy nagyon érdekes dolog. Azt hiszem pont most van a Pszachim traktátusban. Aztán utána, ugye vegyük csak észre azt, hogy amikor elmegyünk szédrestét csinálni, akkor 18, akkor utána rögtön bele is futunk a nyári időszámításba. Tehát az első széder és a második szédernek az időpontja is más lesz. Ugye? Egyrészt ez abba fog megmutatkozni, hogy az első szédert, pillanat türelmet kérek, az első szédernek tudjuk azt, hogy a legideálisabb befejezése a széderestéknek az hacoly szalajla. Van, aki azt mondja, hogy az illető nem csak az afikoment, hanem ugye a hanem a Hálélet is mondja el már, ugye Lekátkhila eleve, tehát ne csak azt, hanem már, ne csak az Afikoimát tegye meg, hanem a Hálélet is mondja el. Ugye idén, hogyha megnézzük, akkor mennyi időt kaptunk bölcseinktől ezen micva megteljesítésére. Ugye azt mondja Alaha, azt mondja itt a kis naptár, hogy az ének a fele az... Igen. Az ének a fele az 11 óra 49, 3-12, ugye? Ez lesz az első este. Ugye szombat este, akkor még nem állítottuk át az órát. Viszont, hogyha kicsit tovább megyünk, és megnézzük a második széderestét, mikor fog kezdődni a második szédereste. A második szédereste, hogyha az első a szombat este kezdődik, most is elveszkor, akkor kizárásos alapon a második szédereste az vasárnap este fog kezdődni, ugye? És vasárnap este, mi vagy már benne vagyunk a nyári időszámításban, egy nagyon érdekes dolog jön ki. Az, hogy a második széder este, az tovább tudjuk tartani kerek egy órával. Miért? Ugye mert a Hacojsz Halajla, a csillagászati éjfél, míg az első alkalommal az 11 óra 47 körül van, 14:47-49, addig a második este már 12:49, 12:50 körül van. Szóval nagyon érdekes, hogy lesz plusz egy óránk, amit az első estén nem mondtunk el, vagy nem tudtuk olyan mélységében elmondani, a második estén ennek már sokkal inkább lehetőségünk lesz. Annál is inkább, mert a szokás az rengeteg helyen a diaszporában, hogy mivel hogy a második széder este az idézőjelben csak és kizárólag rabbinikus micva, nem olyan, mint az első, ahol tórai eredetű, legalábbis egy része a micváknak, ezt könnyebben szokták venni,
engedékenyebben, nem könnyelműbben és könnyebben, hanem engedékenyebben szokták venni, és ilyenkor szokás valóban hosszabban szédrezni. De hát erre idén meg is lesz a lehetőség, ugyanis tényleg egy óra plusz kapuk bölcségtől. Illetve hát amíg van óra átállítás, addig igen, nem tudom, voltak olyan hírek, hogy nem lesz óra átállítás, lesz óra átállítás. Most úgy tűnik, hogy még ez még át lesz szállítva az órák. A következő dolog, ugye azt mondtuk, akkor, hogy van egy háromnapos ünneppel indítunk. Ugye, nagyon érdekes dolog, hogy idén a Pészák az majd, hogy nem 9 napos. Ugye hozzászoktunk ahhoz, hogy Aharon se Pészák, az utolsó Pészák napja, az a 8. nap. Ugye most egy kicsit megtoldjuk, és hozzáveszünk egy napot pluszba a Pészák előtt, az Erev Pészákot, Pészákot megelőző napot, az pedig a Sabesz lesz. Tehát úgy fog kinézni az idei Pészákunk, hogy Sabesz, Moci Sábeszkor, szombat kimenetekor az első szédereste, majd pedig vasárnap este a második szédereste. És ezért különleges, ugye, és beszéltem, említettük az előbb a nyári időszámítás kezdetét, és ez ezáltal nyert egy órát. Aztán ugye a szombatnak az utolsó napja az a Pészák 7 és Pészák 8, az ugye a szombat és vasárnap, és ugye az húsvét vasárnapra fog esni. Másnap, ugye munkaszüneti nap van, szóval a Pészák végig Szeudászt, Mesiákot, a mesiási lakomát hosszasan meg lehet ülni, mert másnap munkaszüneti napot rendeltek el. Kivételesen nem bölcseink, hanem mások. Drága barátaim, menjünk akkor bele ezekbe a halakhába. Most nézzük meg azt, hogy először is milyen tilalmak vannak, miket tiltanak bölcseink Pészákkor. Ugye tudjuk azt, hogy most csak érintőlegesen. Ugye tudjuk azt, hogy Pészákkor az egyik legfontosabb dolog és az legkülönlegesebb tiltás, ha lehet úgy mondani, überel több másik tórai tiltást is, az a Pészákkor a hametznak a birtoklása, illetve a fogyasztása. Az egy-egy lavin, az egy-egy tiltó parancsolat, egy-egy tórai tiltás. Egészen odáig, hogy az Árizának, a híres kabalistának van egy írásai levele arról, hogy az az ember, aki Pészákkor őrizkedik a hametztól, annak az embernek, ennek az illetőnek adott lesz az istenfélelem az egész előtte álló évre. Ezért is van az tulajdonképpen, hogy ahogy tavaly ezt a pandémiás időszak, vagy azt hittük, hogy már rég nem lesz, de hát sajnos még mindig ott vagyunk, sőt, sajnos úgy néz ki a dolog, hogy kicsit eszkalálódik. Szóval ugye tavaly, amikor, ha visszanézik a videókat, akkor egy évvel ezelőtt kezdtünk el facebookozni. Lassan jubilálunk. Egész pontosan lassan tényleg az első ünnepet, az első évet fogjuk ünnepelni. És ott belementünk abba, hogy hogyan is kell takarítani. Hogyha visszaemlékeznek a kedves nézők, hallgatók, figyelők, tanulók, résztvevők, akkor valóban egy 3 vagy 4 olyan videót is feltettem, ahol élőben kóserolok ki konyhát. Most idén másokról fogok beszélni. Idén arról fogunk tanulni, hogy pontosan hogyan is lehet valamit eladni majd. Hogyan is lehet egy szekrényt pontosan kitakarítani, hogy lehet azt úgy lezárni, hogy valóban a vallások szerint megfelelő legyen a hametznak ugye az eltakarítása, vagy a hametznak ugye az elpalástulása, elbarikádozása azért, hogy ne is láthassuk. Ugye van egy olyan tiltásunk is, bölcsénk hozzáadtak egy plusz egy tiltás, hogy az ember az ember ne is legyen található az ő környezetében, az ő tulajdonában hamec, azaz kovászos, és ne is láthasson ilyen dolgot. Kérdés az, hogyha feltesszük a szekrény tetejére, és én látom, de nem érem el, hogy az ember látja, de nem ér hozzá, az elégségesebb. Vagy hogy milyen elválasztó falat kell, hogy építsünk, ugye. Tényleg ezekben a praktikákban fogunk belemenni. De, ami minket érint a mostani órán, az, hogy ilyenkor ugye a tiltásoknál mit kell nagyon észrevenni. Ugye az előbb mondtam azt, hogy az Árizál azt mondja, hogy ez egy nagyon különleges micva, ezzel kell őrizkedni, és ezért van az, hogy tényleg ilyenkor a háziasszonyok és féreik is a megbolondulás határán vannak. Mégpedig lenne ugye néha ez negatív, illetve az ember lehet, hogy degradálva mondom, de ezt csak viccesen mondom, ugye sokszor az van, és a rabik szoktak figyelmeztetni minden évben,
hogy a pészáki nagytakarítás az nem húsvéti nagytakarítás, vagy nem temaszti nagytakarítás, az teljesen más. Ugye mi történik? Ilyenkor az történik, hogy ez, ugye, mi vagy rabbiaink, bölcseink azt mondják, az örökkévaló szava által, hogy valóban tilos a kovászosnak a birtoklása és a fogyasztása, ezért azt mondjuk, hogy ha már úgyis takarítunk, akkor úgy szó neki, akkor vágjunk bele, és takarítsunk ki mindent. Ne csak azt takarítsuk, és ne csak oly szinten, ahogy a bölcsénk azt megkövetelik, hanem már elkezdtünk takarítani, egy komolyabb takarításba kezdtünk, akkor még ezt is, azt is. És a végén mi lesz a Pészachi ünnepből? A Pészachi ünnepből az lesz, hogy a végén azt veszük magunkat észre, azon veszük magunkat észre Pészach előtt 2-3 nappal, legrosszabb esetben még Pészach előtti napot megelőző reggelen is, hogy a gyerekeknek a legóit turkáljuk és összetesszük, hogy mi az, amit odaadunk a szomszédnak, és mi az, amit nem. Meg az, hogy a függönyök ki vannak-e mosva, vagy az, hogy az ablakpárka le van-e törölve, vagy az, hogy a radiátornak azon része, ahol a kéz, de még a gyerek késsel érhet el sehogy se, hogy az ki van eléggé takarítva. A dolog teljesen... tehát ennek eredetét, fundamentumát a halakhában nem találni. Ez néha, ez egy ilyen kis, az ösztöléleknek a becsapása, az ármánykodása is lehet, hogy szoktam mondani, ezt nagyon szép kifejezés, egyszer olvastam, azóta szüntelenül használom, és hozzá kell tenni, tudni kell azt, hogy mi az, amit ikar halakha, mi az, amit tényleg az ember meg kell csinálni, és mi az, amit nem. Miért mondom ezt, és miért ilyen fontos ez? Mert teljesen kár az, hogy néha rengeteg energiát fordítunk abba és arra, hogy elpakoljuk a gyerekruhákat, a kinőtt ruhákat, szortírozzuk, és ahelyett, hogy a halakhákat, illetve hogy a Pészach kabaláját, a misztikus értelmezését vennénk gorcsa alá, tényleg azon veszük magunkat, hogy teljesen oda nem illő dolgokkal foglalkozunk. És erre vigyázni kell, egyrészt az ember elején fáradt a széderestén, idén talán könnyebb lesz egy kicsit, mert az előbbiekben mondottak alapján lesz egy kis szombati pihenésünk, ahol valóban az ember le tud pihenni, és tényleg újul terővel kezdheti majd a széderestét. De minden ezekre is vigyázni kell. Szóval azt mondtuk, hogy van egy tiltás, ne lásd, ne legyen a birtokodban, ne edd. Aztán vannak rabbinikus tiltások is, hogy bizonyos órától kezdve például Erev Pészachkor már tilos, hogy a tulajdonunkban legyen hamec, és tilos, hogy az ember hamecot tegyen. Ugye, és ezért, ha megnézzük az reklámhelyen, én azt gondolom, hogy önöknek, nektek is kiküldött naptárat, akkor a 14. oldalra, hogyha lapoztok, vagy lapozunk, lehet, hogy nincs előttetek, de akkor mondom, akkor érdekes módon egy különleges dátum van feltüntetve. Ugye az van leírva március 27-e, március 27-e az szombat, az nem péntek este, tehát Sábesz, március 27 Sábesz, szombat, hamecevés, meddig szabad hamecet enni. A Mogén Avram vélemény szerint az egyik vélemény 9-11, és a Bálatánya mi szokásunk szerint 9 óra 42-ig, azaz drága barátaim. 9 óra 42-ig el kell, hogy fogyasszuk a hamecet, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen máskor még el sem kezdtünk el imádkozni. 10 órakor kezdünk, jó, nem mindenki ennyire ráérős. De ugye például nálunk a várban a szombat reggeli minnyen, és ezt büszkén is mondom, mert előtte van a tanulás is, meg kávé is, és nem alvással töltjük a reggelt. 10 órakor kezdünk. Most ez úgy lesz, hogy ezen a bizonyos 27-i március 27-i szombat reggelen kénytelenek leszünk, kb. 7 óra magasságában elkezdeni az imát, azért, hogy 9 óra 42-re, aki hamecot akar enni, már pedig ha valakinek jól esik, szereti, és nem puffadt tőle fel, és nincsenek baj a hamectól, ugye ez egy tévhit, ugye azt szokták mondani, hogy hamecot, vagy bocsánat, kenyeret, kalácsot mindenféleképpen kell lenni szombaton. Az igaz, hogy a halakha szerint az ikre, szóval az a szombati étkezésnek a leglényegesebb része, a kenyér. Jó, nem menjünk bele, hogy pontosan akkor most miért nem a hús, miért nem a hal. Valaki azt mondja, hogy manapság lehet, hogy a hal az fontosabb is, mint a hús, de most nem nyomtok van, ahol kell lábasószágot tenni, nem elég csak csirkét. Nem menjünk bele, de a lényeg az, hogy a kenyérevés, az 9.42-ben kell, hogy fejezzük. Így hát úgy kell kezdenünk majd az imát, hogy valóban 9 óra 42-ig már a kenyér fogyasztását is bevégezzük. Erre is fogunk majd látni több szokást. Aztán van még egy időpontunk ezen a 15. oldalon, március 27 szintén, hamec megsemmisítés, 10 óra 45 az általában. Azt mondja, 3-4-11-kor már a fogunk között se lehet semmiféle hamec, nem lehet semmiféle kenyér,
se a birtokunkban már fogad ki, hogy mossunk, szombaton megengedett módszerrel, és fogunk beszélni. Szóval rengeteg munka van, és elég korán, hogy befejezzük, ugye? És ez egy érdekes kérdés, és egy nagyon különleges kihívás elé állítja a népet, hogy pontosan mikor volt ilyen leosztás, arra nem emlékszem, de az biztos, hogy 2008-ban volt, ha jól emlékszem, az valamiért így megmaradt, és ilyenkor tényleg egy érdekes dolog, hogy pontosan hogyan lehet ezt a halakha szerint megoldani, az ember egyen is meg ki is tudja dobni, el is tudja adni, el is tudja égetni, szóval ez mind tényleg nagyon érdekes dolog. Oké, akkor most nézzük meg azt még gyorsan, és utána összefoglalunk is ennek az ismétlő kérdések, a mai egy rövidebb kiadás lesz. Nézzük még azt, hogy pontosan ezekről a tilalmakról mit kell még tudnunk. Érdekes szokásokról is fogunk majd beszélni, hogy valóban múltkor valaki kérdezte, ne is menjünk bele a tilalmakba, szerintem erre ezt majd legközelebb. Valaki a múltkor kérdezte tőlem, hogy mit keresnek az emberek a luláv csokrokkal a pészach előtti hamec égetőbe. Ugye, erről is fogunk tanulni, hogy ez hamec égetés, ez pontosan hogy van, mert sokszor van az, hogy látunk embereket, akik vekni kenyereket dobálnak bele a tűzbe, van ennek eredete, van-e annak eredete, hogy valaki befóliaz és úgy dobja be, hogy nem ég el, hogy megtartja a micvát, vagy kell-e az újdonsült fakanalat a lúttollal együtt elégetni, ami új, és ahelyett, hogy kicserélünk egy régi fakanára, azt dobjuk be a tűzbe, és azt égetjük el. Van-e ebbe báltáskit probléma? Kérem, tisztelettel, szóval ezek érdekes kérdések. De, ugye mit keres a hamec, illetve mit keres a luláv csokor a pész? Ugye van egy ilyen szokás, azt mondjuk, hogy van egy tanítás, halacha, hogyha valamire csináltunk egy micvát, akkor azt csináljunk fel több micvát. Például a kokáért van a kenyér, amivel tudunk csinálni egy szombati lakomát, meg még egy szombati lakomát, meg egy harmadikat is, és akár, hogyha úgy van, és még megmaradt egy egész kenyerünk, akkor talán az érumból és a szombati érumból is le tudunk venni, és tudunk belül lenni, hogyha már nem lesz rá szükségünk. Most az éruf az lakásokat összekötő éruvra van szó. Hogyha van egy ház, és az, hogy egyik lakásból ki tudjunk vinni valamit, a másik pár, akkor kell, hogy legyen egy éruf, hogyha ott lakik több zsidó lakás, család is, és nem csak egy. És erre szokták azt mondani, hogy ha csináltunk egy micvát, ha már egy micvára használtuk a négy növényt, akkor vagyis legalább a pálma részét, akkor utána fogjuk meg, és használjuk még egy micvára. Ugye? Akkor az, hogy utána dobjuk be a tűzbe, és égessük el, aztán. Ha megfelelően, tényleg aprólékosan, nagyon részletesen próbáljuk tanulmányozni, hogy mit szokott történni ott az elégetésnél, akkor láthatjuk azt, hogy vannak olyanok, akik hanukai kanócokkal érkeznek, kérem tisztelettel. Aztán vannak olyanok, akik elhoznak még más olyan dolgokat is, amit el szokás éget. Tehát nem csak egy kenyérre megy az ember, hanem ott van egy lulávcsokor, és ott van mellette egy hanukai kanóc is akár. Ezeket a dolgokat, ezeket ugye például a kanócnál, a hanukai kanócnál, vagy például a megmaradt olajnál, egy nagy kérdés, hogy szabad-e kidobni. Ugye miért? Mert az ember egyszer micvára használta, onnantól kezdve profán mi voltából kiemelte. És mivel profán mi voltából kiemelte, azaz szent célokra, micvákra használta, onnantól kezdve csak úgy kihajtani a kukába, kidobni az ablakon, az biztos nem. Lehúzni a vécén nem szabad, el kell az ember égesse. Hol a legjobb elégetni? Azt mondják bölcsek, hogy az a legjobb elégedni, amikor a pészákkor elégetjük ugye a hamecet. Szóval ezért van az, hogyha valaki lát egy ilyes dolgot, akkor ne lepődjön meg. A dolognak az eredete, valóban van ilyen eredet. Most ha valakinek nem teszébe előkeresni a pészáki, vagy hát a szukati növényt, és nélküle indul el, akkor nem biztos, hogy vissza kell érte fordulni. Sőt, nem biztos, hogy vissza kell érte fordulni, de hogyha valakik még közel van, és akkor
akkor az lehet. Ugye van egy érdekes dolog, van egy hagyomány, és szokás, hogyha valamit elfelejtettünk, akkor az ember utána nem megy érte vissza a lakásába, vagy akárhova. Most ebben nem mennék bele, de van egy megoldás, az ember, amikor hazamegy, és tényleg valami kell otthon, a személy meg egy telefonját, akkor megáll egy pillanatra, mond egy misnát, hogy mond egy pár zsoltárt, vagy egy pár mondatot a zsoltárból, bejutja a Google-ba, és ki magyarul megvan az összes zsoltár, akkor csak utána indul újra útnak, hogy a misztikus szempontokból ne legyen ez a dolog, meg különleges misztikája, és ez ne legyen, ne legyen ebből úgymond probléma. Szóval ez ennyit az elégetésről, de erről is fogunk majd tanulni. Oké, foglaljunk össze, és akkor utána jönnek az ismétlő kérdések. Ugye arról volt szó, van egy kérdése. Nézzük gyorsan a kérdéseket. Igen, április 20... Nem. Március 26-ot látunk, ugye? Március 26 péntek, ugye április 4 vasárnap. Így van. Jó a kérdés, és ez a válasz. Nem. A március 26-ot azt azért mondtam, mert március 26-án jön be a szombat. Tehát Berta is jól érte, teljesen jól érte. Csak március 26-án jön be a Sábesz, és ugye szombaton már nem, aki erre készül, vagy arra készül, hogy Pészach előtti megszokott módon fog felkészülni, az idén sajnos el kell felejteni, mert egy nappal elő kell hozni ezt a felkészülést. Jó, arról volt szó, ugye arról beszéltünk, hogy egy nagyon különleges erev Pészach se Halbe Sábesz, ugye a Pészachot megelőző nap a szombatra esik, ezért nagyon különleges micváink vannak idén, megtoljuk a szombattal a pészachi ünnepet, és így 9 napos lesz mondjuk ugye az ünnep. Az ünnep 8 napos, de van egy 9. nap is. A szombat, amit ugye nem kell hozzávenni, mert nem kimondottan nem mondják, hogy ez pészach, de ugye a szombati tiltások miatt ugye mindenféleképpen kitűnik az átlagos évek sorából. Ugye azt mondtuk, hogy vannak úgymond különböző időpontjaink, hogy tilos hamecot tenni, tilos hamecot birtokolni, előbb van a hamec evésnek a tiltása, és utána van a hamec birtoklásának a tiltása. Azt is mondtuk, hogy idén különleges lesz a széderesténk, mert nem csak azért, mert szombatból megyünk a Pészákba, és lesz hátdalát kell majd csinálnunk, hanem azért is, mert az első szédereste az rövidebb lesz, mint a második, legalábbis jogilag lehetőségünk van a másodikat sokkal tovább húzni, legalább egy órával, de akár többel is. Aztán arról is tanultuk, hogy el kell, hogy égessük ugye a hamecot, de mi nem mentünk bele, hogy mikor fogjuk elégetni, és arról is érintőlegesen arról is szó volt, hogy milyen megoldásokat sorakoztatok fel bölcseink annak érdekében, hogy meg tudjuk a Pészachot kóserül ülni, és hogy szombat napján délelőtt hogyan lehet a megmaradt hamecot, kovászosat eltávolítani a lakásunkból. Jó, akkor most ismétlő kérdések következnek, és utána még kitérnék egy dologra. Első kérdésem a következő. Idén Pészachot megelőző nap, az milyen napra esik? A válasz hétfőre, B válasz kedre, C válasz szerdára. A, B vagy C válasz. Tehát a Pészachot megelőző nap idén, 5781, melyik napra esik? Pészachot megelőző nap hétfő, A válasz, kedd, B válasz, szerda, C válasz. D, valaki? Nincs megmondás? D az az egyik válasz se jó. C. Igen. Milyen szép bögré van amúgy, mikor kaffé. Egyik sem. Uh-huh. Nagyon jó. Ugye mondtam, hogy van egy D válasz is. Nagyon jó, egyik sem. Ugye szombatra esik, Sábeszre. Nagyon jó. Ne adjátok magatokat be, csak kettes, második kérdésem az lesz, három kérdés lesz ma, hogy melyik széderestét tudjuk valóban jogilag is megengedetten,
de jóre vallásjogilag megengedtem tovább húzni idén. Az elsőt vagy a másodikat? A válasz. Első széderestét tudjuk tovább húzni. B válasz. Második széderestét tudjuk tovább húzni. C válasz. A szombatot tudjuk tovább húzni. A szombati a Sabesz estét. Nagyon jó, másodikat. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Szuper, szuper tanítványok vagytok. Szuper, és az utolsó kérdés pedig az lesz, hogy én ezt mondtam, sőt, körülbelül 2-3 perccel mondtam még egyszer. Melyik van előbb? Hamec evésének a tilalma, vagy a hamec birtoklásának a tilalma? Most direkt nem mentem bele az órákba, hogy melyik sáh rövid, hamisit, csisit. Az 4. óra, 5. óra, 6. óra a napnak, ugye? Erre amúgy tanultuk egyszer, hogyha emlékeznek a drága hallgatók, nézők, érdeklődők. Amikor a szombati gyertyagyújtásról tanultunk, akkor említettük az órákat, hogy hogyan lehet egy napot halakhikusan felosztani, bocsánat. Szóval melyik van előbb? Hamec evés, vagy a hamec kuta, melyik van előbb? Jó, nézzük újra a kérdést. Kicsit megpaprikázunk. Melyik van legelőbb? Hamec kutatás, a hamec fogyasztásának a vége, a hamec kutatásának a vége, a hamec fogyasztásának a vége, vagy a hamec birtoklásának a vége. Melyik fejeződik be a legkésőbb? Ez a kérdés. Hamec kutatás A, hamec evés B, hamec birtoklás C. Melyik fejeződik be a legkésőbb? Dátum szerint. Aj, Tamás, hát... elrontod mások szórakozását, örömét. Szuper! Jó a válasz. Kutatás, fogyasztás, birtoklás. Nagyon-nagyon-nagyon jó. Nagyon jó, nagyon jó. Ez a sorrend. Igen, de legkésőbb utána változtattam ott. Nagyon jó, nagyon jó. Oké, drága barátaim, derekasan helytálltatok a mai tudáspróbán és a mai tanuláson. Jövő héten csütörtökön innen fogjuk folytatni ezt a témát, kedden a teremtő segítségével folytatjuk, kedden este 9-től folytatjuk a boldogság témánkat, nagyon érdekes történetekkel, anekdotákkal, idézetekkel, kabalisztikus forrásokkal, és jövő héten csütörtökön pedig a Pészáchról tanulunk. Csak egy dolgot szeretnék még mondani, hogy láttam egy érdekes cikket valakitől tegnap délután este a szombati oltakozásról, és ugye ott azt írta a szerző, hogy az ortodox zsidóknál a szombati oltás az nem egy olyan egyszerű dolog, és van, aki se oltja magát. Yeah. Azt hiszem ezzel kapcsolatban mondani, hogy ez nem így van. És annak lenére, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy a szombati oltással, a szombaton való beoltás, az a legnagyobb probléma az, hogy az ember kocsival megy oda, vagy sem. Itt közel ez a legnagyobb probléma. A legnagyobb probléma ezekkel az, ugye, hogy az ember 5-6-7-8 órai tiltást tud áthágni az utazáson kívül. Ugye ez a dolgok, ezek például az, hogy valakit szabad-e valakinek injekciót adni. Ugye van 4 fajta injekció. Az, hogy pontosan a COVID elleni oltásnál az injekciót hova adják, az pontosan az embernek, ez vérvételnek minősül-e vagy sem, hogy lesz-e helyén a se vagy sem, fog-e annak kijönni vér vagy sem. Az ember hogy tépi fel a plombát, az illető az orvos szabad-e, hogyha nem zsidó, beadni zsidónak oltás, az is egy kérdés. Aztán az is kérdés, hogy az illető hogy írhatja alá, amúgy alá lehet előre is írni. Aztán az is egy kérdés lehet, hogy az illető, hogyha a vattát oda teszi, vagy azt a fajta kis ragasztós, kis
sebb tapasztalat, de tesz a szabad-e, van ott schita, van ott kicsavarásnak a törvénye, vagy problémája. Van rengeteg kérdés. Annyit kell tudni, hogy ez nagyon-nagyon összetett és különleges kérdés, de mindesetre a világ döntéshozó rabbiainak, mainstream rabbiainak, ortodox rabbiainak az összes mindenki egyidejűleg azt mondja, és egyhangon azt mondja, hogy mi van, hogy ez nagyjából pikuach nefesnek minősül. Ugye nem, most ebben nem menjünk bele, hogy teljesen más Izraelben a helyzet, ahol régen, egy pár héttel ezelőtt azért tiltották meg a főrabbik a szombati oltakozást, mert látták azt, hogy az emberek ahelyett, hogy hétköznap beoltották volna magukat, szombaton mennek oltakozni, teljesen más, és teljesen más Amerikában is, ahol ugye állandóan az a fajta vakcina az ember, legalábbis egy olyan helyen, ahol az ember számára fenntartják azt a vakcinát, amit ő szeretne. Ugye Magyarországon itt most teljesen változott az oltási koreográfia, ezért ez valóban lényegében pikuaknefesnek és életmentésnek is minősül, és nincs arra, amikor azt mondani, hogy szombaton az ortodoxok nem mehetnének beoltani. Azt mindig meg kell nézni, hogy lehet oda menni, hogyan kell oda menni, ott lehet-e aludni, oda lehet-e gyalogolni, leginkább, hogy az ember teheti, akkor egy ugyanúgy, hogy a szülés nagy a sóhánokban le van írva, elő van írva, nézzem meg előre, nézzem meg, hogy ugye hova kell menni, hogy kell oda menni, ha kell, akkor ne ő vezesse az autót, hanem valaki olyasmit kérjen meg, aki nem hit sorsos, ő neki esetleg adjon pénzt előre, vagy ne adjon pénzt, ne csukja be az ajtót, ne kapcsolja be a zenét, visszafele gyalogjön, vagy aludjon ott, vagy maradjon ott, szóval rengeteg kérdés van, a lényeg az, hogy az ortodoxoknál is lehet oltakozni szombaton. Minden jót mindenkinek, persze csak érintőlegesen mondtam, és ez nem csak halacha és semmi ilyesmi komoly, ezt fontosnak tartottam megjegyezni. Minden jót kívánok mindenkinek, és jó éjszakát!